Tisztelt jelenlévők, hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm Önöket Békésváros önkormányzata nevében Szent István állam alapításának évfordulóján és az új kenyér ünnepén. Kérem Önöket a Békésváros ifjúsági fúvós zenekar kíséretében Bagoly László karmester vezényletével énekeljük el közösen a himnuszt. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A testvérvárosok kenyere mozgalom Öreg Gábor és helyi vállalkozók kezdeményezésére indult 9 évvel ezelőtt. Célja az erdélyi testvértelepülésünkön működő gyergyószentmiklósi Szent Anna Árvaház lakóinak megsegítése. A testvérvárosoktól és a helyi gazdáktól összegyűjtött búzát minden évben megőröltetik, a lisztből kenyeret süttetnek, melyet augusztus 20-a környékén értékesítenek. A befolyt pénzből támogatják Böjte Csaba, Csaba testvér gondozottjait. Ebben az évben a járványügyi helyzet miatt sajnos határon túlról nem érkezett búza, ennek ellenére a program nem maradt el. Az önkéntesek annál nagyobb lelkesedéssel kapcsolódtak be az árusításba, és gyűjtik a támogatásokat. A testvérvárosok kenyerei itt a helyszínen is kaphatók az ünnepség alatt és után, valamint a madzagfalvi napok ideje alatt is a Gál Ferenc Egyetem Békési Szakképző Iskola standjainál. Tisztelettel felkérem Kálmán Tibor urat, Békésváros polgármesterét ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt ünneplő békésiek, hölgyeim és uraim! Augusztus 20-a a nemzeté válás, a hol kegyes, hol kegyetlen múlt tanulságaira való visszaemlékezés ünnepnapja, és mint ilyen, gyakran egészen mást jelent, egészen mást üzen, és üzent a kor emberének néhány év, néhány generáció távlataiban is. Egészen mást, hiszen nemzeti ünnepeink egyik fontos sajátossága, hogy az épp zajló jelenbe hívja tényeivel, tanulságaival a múltat, melyen keresztül fogódzókat, támpontokat keres jövő felé vezető zegzugos úton. Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a hétköznapok munkás sorát megszakítva most eljött, hogy együtt hajtsunk fejet a magyar államiság kezdete, küzdelmei és jelen előtt Békésvárosában. Augusztus 20 ünnepéhez, hagyományaihoz, összetett üzenetéhez érve elsősorban az azt jellemző dinamikus folyamatokra kell tekintenünk inkább, mint a statikus állapotokra. Egy nemzet születése, létének folytonossága valójában az örök megújulás és a kihívásokkal való megküzdés a változás jegyében telik, így soha nem állhat meg. Eszembe jut ezen hatalmas előfeszítések tükrében a magyar baloldal egyik elhíresült vezérgondolata. Merjünk kicsik lenni. Ez annyit jelentett volna itt, a 21. század elején, hogy ne nemzetben, hanem egy több, mint 100 éve igazságtalanul megcsonkított országban lássuk a lehetőségeinket. Hogy ne a férfi és a nő őszinte kapcsolatán nyugvó családban, hanem kizárólag a siker felé töltető egyénben keressük a lehetséges jövőbe mutató megoldásokat. Az elmúlt időszak, a keresztény polgári értékrend azonban többszörösen megcáfolta ezeket, megvalósítva a fejlődő, erősödő, keresztény alapokon nyugvó Magyarország sikerét. Ünnep a mai nap mindenhol, ahol magyar szóval köszöntik egymást.
elszakított testvéreink, az elmúlt évtized kormányzati szándéka nyomán minden korábbinál erősebb koszorúként állnak meg államalapításunk ünnepén. Szent István tetteinek, őseink küzdelmeinek tükrében elmondhatjuk. Számunkra csak is a Kárpát-medence teljes magyarsága képviselheti hitelesen az államot. Megtiszteltetés, öröm és hatalmas erő tehát, hogy ma velünk ünnepelnek testvértelepüléseink is. Összetartozásunk örökségként, motivációként áll mellettünk a jelen kihívásai közt. És éppen ezért hiszem, hogy most, küzdelmeink közepette, a mozgalmas múltunk tanulságai mellett a határokon túli testvéreink hitét, kitartását is meg kell ragadnunk. Természetesen rengeteg feladat, számos tennivaló áll még előttünk, hiszen egy percre sem feledhetjük. Ezekben a hetekben, napokban, de még ezekben a pillanatokban is, ugyanúgy, ahogy ezeresztendeje, ma is egy nemzet születik, formálódik, mindannyiunk munkája nyomán újra és újra. A Szent Istváni munka nem történelmi emlék, hanem máig ható folyamatos küzdelem minden önálló életet kezdő magyar családdal, minden megmentett határon túli magyar közösséggel, minden munkába álló, vagy épp iskolákban felkészülő magyar fiatallal együtt itt, a Kárpát-medencében és Békésvárosában is. Egy rendhagyó, a világjárvány kihívásaival terhelt időszak után és minden bizonnyal újabb próbatételek előtt állunk. A kialakult helyzettel felvéve a harcot mindenki a maga munkaterületén, a saját családjában és környezetében állt, és áll ma is helyt. És ez a helytállás tette lehetővé, hogy ma együtt éljük meg a nemzeti ünnepünk nagy pillanatát, együtt köszönjük meg az új kenyeret. Döntések, határozott célok és értékek mentén végzett munka vezetett el a mai napig. Ahogy Szent István döntéseiben kiteljesedett az Árpád dinasztia államalkotó és nemzetünket megtartó megtérése, nekünk is döntések során keresztül kell biztosítanunk közösségünk jövőjét. Körül tekintve az ünnep fényében itt, ezen a szép téren, körbevesz bennünket a nyár, s vele együtt a lezárult aratás nyugalma. Talán az év legszebb, legtermékenyebb időszaka ez, mely gazdagságával, az új kenyér felett érzett őszinte örömmel most méltó, hiteles keretet ad az államalapítás ünnepének is. Hiszem, hogy akárcsak az évnek, az emberi életnek, sőt az emberi történelemnek is megvan az eféle ritmusa, mely bőséggel, derülátással teli szakaszaiban megteremti a fejlődés lehetőségét mind az egyén, mind a társadalom számára. A jelenben sosem könnyű felismerni az ilyen időszakokat és a benne rejlő lehetőségeket, de akik képesek erre és kellő bátorsággal néznek szembe ezzel a felismerésükkel, utat találhatna egy sikeres, eredményes jövő felé is. Hiszem, hogy Magyarország és Békésváros ma ilyen időket él. Hiszem, hogy páratlan és sikeres történelmi idők részesei vagyunk. Ehhez Békésen is döntésekre, majd határozott lépésekre volt és van szükség. A város helyt állt a mögöttünk álló kihívások közepette, munkahelyeinket megőriztük, fejlesztéseink ütemezetten valósulnak meg. Élünk a lehetőségeinkkel, városunk fejlődését az elmúlt időszakban 2,7 milliárd forintnyi állami támogatással segítette, segíti Magyarország kormánya. És ahogy az államalapítás idején, ma is lehetőség volt, lehetőség van dönteni. Aki dolgozni akar, aki építeni, segíteni szeretné városunkat, ma is megteheti. Büszkék vagyunk arra, hogy a lakosság, a különösen aktív civil szervezetek, egyházak felvállalták Békésen a tettek felelősségét, és együtt dolgozhatunk gyermekeink jövőjéért. De vannak, és Szent István idején is voltak azonban olyanok, akik nem érezték magukénak a jelenben folytatott küzdelmet. Ezek az emberek soha nem a közösség, sokkal inkább saját ambícióik nyomán szőtték hálóikat. Tettek helyet indulatokkal, munkahelyet közösségi felületeken végzett aktivitással.
Ők, ahogy akkor, ma is kimaradnak valami nagyszerűből. A közösség összefogása nyomán megvalósuló jövő építéséből. A Szent Istváni államalapítás óta megtapasztalt történelmi tanulságok a jelenben állnak össze valami újjá, valami eddig meg nem tapasztalt egészé. Ebben létezni, ebben dolgozni kitüntetés és lehetőség is egyben, amely egyedivé, megismételhetetlenné teszi a jelent. Oly sokszor vetettünk és alattunk már legjobb tudásunk szerint az elmúlt ezred év során, és mégsem akad két egyforma esztendő, mint ahogy nem sülhet ki két egészen egyforma cipó sem. Ám az, hogy a ma nemzedékében küzdve ebben a közös cipóban Liszt, Kovász vagy netán gyommag lesz valaki, egyéni döntés kérdése. Mi arra buzdítunk mindenkit, hogy a mai ünnepi napon Békésvárosában, hogy Lisztnek, Kovásznak lenni felelősség, míg a gyommag sorsa vakszerencse kérdése. Államalapító nagykirályunk mellett ott állt hite és teherbírása, akárcsak a jövő kenyerét adó búzát, a megművelt földre bízó gazda mellett az optimizmusa, munkája. Most a mi tetrekészségünk, eltökéltségünk és hitünk is ott áll az idei 4 napos békési ünnep középpontjában. Ezáltal pedig itt és most lehetőséget kaptunk arra, hogy mi magunk tehessük ünnepi hazánk jelenét, optimizmusból, munkából születő jövendőjét. Ezért küzdjünk, ezért higgyünk a mai nap fénye, lobogói alól is tovább lépve gyermekeink, unokáink, és minden magyar ember Magyarországáért. Nagy királyunk örökségéhez méltó hittel végzett munkára hívom és várom ma 2021. augusztus 20-án a történelmi tanulságok, a történelmi lehetőségek napján mindannyiukat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Most kérem, hallgassák meg Gyarakini Szabó Veronika tolmácsolásában Szuhanics Albert Nemzeti Ünnep augusztus 20-a című versét. Szuhanics Albert Nemzeti Ünnep augusztus 20-a. Csordultig telt szíveinkben ős reménynek hangja dobban. Ezer éves szép hazánkban hogyan élhetnénk mi jobban? Kárpátoknak igaz gyöngye, Magyarország, Magyarország a mi földünk. Teremje meg új kenyerünk, s legyen borunk, mit kitöltünk. Államiságunk idején a szent jobbot körbehordják. Az időknek végeztéig a mi hazánk, Magyarország. Ott, ahol zúg Duna, Tisza, az új kenyér bőven terem. Áldott földjén aranymezők, nektár csöppen szőlőhegyen. István király mindörökre Máriára bízta földünk. Patrónusunk, nagyasszonyunk, nem veszi el senki tőlünk. Gyermekáldás legyen számos, boldog párok, otthon, fedél. Mi mást adhat magyar állam? Azt, hogy te itt, otthon legyél. Munka legyen, boldogulás, család, Isten ege alatt. Szent koronánk, védelmezzél, s magyar hazánk erős marad. Köszönjük szépen. Az ünnepi asztalon már itt van egy kenyér, és kérem a népviseletbe öltözött fiatalokat, hogy hozzák ide a testvérvárosi kenyeret, illetve a Gyergyószent Miklósról érkezett kenyeret. Köszönjük, hogy felajánlották.
és felkérem a Római Katolikus Egyház képviseletében Szújó Antal plébános urat, hogy szentelje meg mindkét kenyeret. Áldás békességet, dicsértessék a Jézus Krisztus, adjon Isten jó napot! Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgass meg könyörgésünket, kiáltásunk jusson színed elé. Az Úr legyen veletek és a te lelkeddel. Könyörögjünk, Istenünk gondviselő atyánk, minden nap kérünk tőled mindennapi kenyeret. És ma is, ez évben is kapott ajándékotként asztalodra hoztuk az új kenyeret. Hálánk jel, amikor rá szent fiad jelét rajzoljuk, mikor megszegjük, hálászívvel, örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret. Neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak, sütötték, hogy illatos ajándék mindennapi kenyér asztalunkra kerüljön. Fogadd, Urunk, köszönetünket, áld meg asztalunkra került kenyeret mennyei áldásoddal az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Áldásoddal áld meg hálás lélekkel, fogyasztva érted neked embertársaink hálát adva, társainknak hálát adva, testünk, lelkünk gyarapodására szolgáljon. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyeret, örök életünk üdvösségét, aki veled él és uralkodik Isten, mindörökkön örökké. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, azon képen itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket a kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Áld meg Istenünk ezeket a kenyereket, az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, most és mindörökkön örökké. Amen. És most megkérem a baptista gyülekezet képviseletében Bócsa Roland lelkipásztor urat, hogy imádkozzon. Én is szeretettel köszöntöm a kedves jelenlevőket. Imádság előtt engedjenek meg néhány gondolatot. Olyan jó volt hallani a polgármester úr beszédéből, hogy az államalapításkor a keresztény értékrendekre alapult a mi nemzetünk, a mi államunk, és olyan jó, hogy a mi történelmünkben van egy nagyon fontos személy, aki által átélhettünk áldásokat, és megélhettük a jó napokat, és ő a mindenható Isten, úgyhogy szeretném erre hívni és bátorítani a jelenlevőket, hogy köszönjük meg neki az elmúlt időszakot, köszönjük meg neki ezt a mai ünnepet. Mindenható Teremtő Istenünk, nagyon hálás a szívem azért, hogy a veled való kapcsolat az mindig is rendelkezésre állt a te fiadban, Jézus Krisztusban. Nagyon köszönöm, hogy a magyar nemzet, a magyar nép államalapításkor rád helyezhette a bizalmát, beléd helyezhette a reménységét, és nagyon köszönjük azt a sok áldást, amit történelmünkben megtapasztalhatunk. És nagyon köszönjük, hogy ez nem csak múlt, hanem a mai napon is rád bízhatjuk magunkat, a mai napon is beléd vethetjük a mi reménységünket, és nagyon hálás a szívem azért, hogy a mai napon is elérhető vagy számunkra Jézus megváltása miatt. Az a szívem vágya, Istenem, hogy te áldj meg bennünket bölcsességeddel, kérlek, te emlékeztess bennünket mindig arra, hogy nélküled nem lehet teljes az életünk, nélküled nem lehet áldott a mi jelenünk, így kérlek, hogy áld meg a magyar népet, a magyar nemzetet, kérlek, hogy te áld meg városunkat, hogy a te jelenléted tudjon a mi mindennapi életünkben lenni, és kérlek, te áldj meg bennünket ezekben. Amen. Felkérem a Református Egyház képviseletében Katona Gyula Esperes urat, hogy áldja meg az új kenyereket. Pálapostol szavaival köszöntöm a jelenlévőket, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Isten igéjét hallgassuk meg elsőként, a Zsoltárok könyve 65. részéből olvasok néhány verset, mely Zsoltár ezt a címet viseli, hálaadás lelki és testi javakért. Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja. Újonganak és énekelnek. Ezzel az újongó szívvel, örömmel adunk tehát hálát Istennek az új kenyérért, amelyeket akkor most szeretnék megáldani. A mindenható Isten áldja és szentelje meg ezeket a kenyereket, áldja és szentelje meg mindazokat, akik fáradtságos szívvel és fáradtságos élettel munkálkodnak naponta azért, hogy az új kenyér az asztalunkra kerüljön. Amen. Az új kenyér, és akkor most várunk belőle néhány szeretet, és néhányan közelben meg fogjuk majd kóstolni. Köszönjük az egyház képviselőinek az imádságot, a szentelést és az áldást. És most fogadják szeretettel a Belencéres Néptánc Együttes műsorát, melynek címe Gömöri Táncok.
Ünnepségünk végén kérem önöket, hogy a Békésvárosi Ifjúsági Fúvószenekar kíséretében énekeljük el a szózatot. Tisztelt ünneplő közönség! Köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték ünnepségünket. Szeretettel invitáljuk önöket a 4 napos Madzagfalvi Napok rendezvényeire, valamint az esti koncertekre. Töltsük továbbra is együtt az augusztus 20-át. És a munkatársaim felszeletelik a kenyeret, és megkóstolhatják. Kérem, maradjanak még. És várjuk önöket tehát a következő műsorokon, ott a rendezvénytéren, illetve a Liget különböző helyszínein. Viszontlátásra ott!